Tanár úr, ismeri azt a sort, hogy kicsikét szűk a világ nekem, és keresem benne még a helyem? Nem. Nem? Ez a Belehalok című számból van, amit 65 millióan hallgattak meg. Igen, hát én most nagyon örülök, hogy mi megismerkedünk itt egymásra, még soha egyetlen dalát sem hallottam. Na hát akkor viszont majd most már aztán igen. Itt az ideje. Így van. Így van, és tudom a kislányomtól, hogy maga szerepelt valamilyen híres tévéműsorban, tévéműsorokban. Uh-huh. Azokat sem láttam én, hogy nem nézek tévét. Úgyhogy én ki vagyok zárva bizonyos értelemben a világból, és tudatlan vagyok egy csomó mindenben. Úgyhogy ez egy önkéntes vállalás? Nézze, ez kezdetben egyszer csak időkímélésből, ugye, hát azt mondom, hogy nem érek rá arra, mert gyönge jellem vagyok, tehát hogyha volna tévém, akkor nézném. Következésképpen nem tartok tévét a lakásban. És nem fél, hogy lemarad valami? És akkor egyszerűen nincs ilyen szükségletem, úgyhogy egyszerűen kimaradt az életemből. De popkulturális hiányérzete nincs? Nincs. Soha nem is volt? Most már lesz, hogy elmondtad ezt a pártot. De néha, természetesen. De hát ne felejts el, ugyanaz a nemzedékhez tartozom, amely popzenét és rockzenét ugye lemezen hallgatott, és amely nem koncertekre járt, mert nem voltak, hanem házi bulikon lemezekre táncolt. És ön táncolt? Hajaj. Hajaj. Rockizott? Jaj, persze, rengeteget, hogyne, persze. Diákkoromban, meg azután is jó sokáig, persze, úgyhogy tehát a házi buli kultúrám az van, kétségkívül. És mai napig hallgat lemezeket? Hát főleg az interneten hallgatok. Tehát most már megszűnt a hagyományos lemez. Igen, nincsen, bár játszom a gondolattal. Ez nagyon ismét, jó szó. Ismét lehet kapni rendes lemezjátszókat, uh-huh. És akkor talán fölépítek egy lemezgyűjteményt még. És nagyon minőségi egyébként a hangzás. Igen, úgyhogy ezt majd meglátom. Tanár úr nem tud rólam mondjuk sok mindent, nem tudta, hogy én szerepeltem, hogy hol szerepeltem. De a nevét csináltam. Azt nagyon rég ismerem. Persze, nyilván, mert ugye az ugye forog, meg ugye nem feltétlenül csak ezen a platformon vagyok elérhető, de például, nem tudom, hogy énekel, meg mit tesz, ezt mindig tudtam, persze. Igen, csak én meg nem tudom, én meg tudom azokról az emberekről, akiknek az én életemhez semmi köze nincs, hogy tudom, hogy ők nagyjából mivel foglalkoznak, persze ez sem biztos, hogy mindig így van, csak én gondolom, hogy tudom, de hogy ettől függetlenül van bennem valami, amit a tanár is mondta, hogy én sem nézek sokat tévét, de például megörülnék, ha nem lenne otthon tévé. Tehát én nem tudom képzelni például a nappalit, hogy ott nincs középen egy ilyen nagy doboz. De például a tanár úrnak az írásait követted, megszólalásait, közéleti? Abszolút, én tudom, hogy ki mellett ülök, tehát abszolút akkor én azt gondolom, hogy... Akkor én magam, hogy nem, majd, abszolút, magát nem ismerem eléggé. Abszolút, nem, abszolút, ez abszolút nem esik nekem rosszul. Én azt gondolom, hogy mivel egy egész más korosztály vagyunk, és egész más dolog érdekli a tanár urat. Igen, meg hát én különc vagyok, én a saját korosztályomban is, hát azért az nekem az összes korombeli ismerősöm azért néz sorozatokat, meg... Hát jó, de a tanár úr része volt egy olyan történelmi időszaknak Magyarországon, egy olyan fontos történelmi időszaknak, aminek én nem voltam a része. Tehát én most lehetek valaki, de mondjuk nem szerepeltem akkor úgy és ahogy önök annak idején a rendszerváltásban. Ez inkább mégiscsak egyéni preferencia. Én azért általában a csöndet szeretem, én csöndben ülök otthon. Tényleg? Nem szól semmi. Emlékszem, hogy jött egy vízvezetékszerelő, és ott valamit csinált a lakásban, és akkor azt mondta, hogy valamit nagyon furcsa, mondta nekem. Mondom, mi a furcsa? Hát azt mondja, hát nem szól a rádió. Hát mondom, persze, hogy nem szól a rádió, engem zavarna. És azt mondja, és hát szóval nem szól a zene, miközben. Mondom, nem soha. Csak ha külön zenét hallgatok, akkor nem csinálok mást. És amúgy mit csinál, amikor csönd van? Olvasok. Egy filozófus megírok. Ír és olvas? Azt, hogy mások azt hogy csinálják, ezt én nem tudom. Ezek egyéni különbségek. Én sem voltam mindig ilyen, mondom, tehát fiatalabb koromban volt lemezjátszó és magnó, és szólt zene, akkor például tudtam úgy olvasni, hogy közben szólt zene. Ezt már nem tudom, nagyon rég nem tudom már. De ön készült zenésznek is, nem? Egy időben? Igen. Ez gyerekkoromban. Én muzsikus akartam lenni. Milyen hangszeren játszott? Hegedültem. És milyen szinten? Hát rendes szinten, csak nem voltam elég tehetséges. Úgyhogy nem voltam elég tehetséges. Tudja, egy gyereknél az, hogy jó a hallása, azt könnyű összetéveszteni az, hogy muzikális. Ez pedig ez két különböző dolog természetesen. Úgyhogy amikor már nagyobb lettem, és amikor azokat a szép hangokat elő kellett volna csalogatni a hangszerből, az már nem ment. Úgyhogy volt egy nagyon kedves hegedű tanárnőm, akit nagyon szerettük egymást, és akkor azt mondta nekem, hogy Gazsika,
magából nem lesz muzsikus, ne gyötörje magát. Ez mennyi idős volt, amikor ezt mondták? Hát egy olyan 14-15. Ilyesmi. Ez csodálatos. Ez mint ilyen, ez ilyen foci karrierre, tehát ugyan erről szólt. Én is láttam, hogy nem vagyok benne tehetséges, de hát ugye nyilván. Nagyon busultam. Szerelem volt. Nagyon busultam. És aztán még kicsit muzsikáltam, így úgy, megtanultam kicsit zongorázni, hogy tudjak rendesen kottát olvasni. De attól még zenélhet, mert nem lett tömbő muzsikus, nem? Vagy akkor már nem is érdekelte annyira? Ahhoz ilyen túl hiú voltam, ja, akkor kamaszkoromban. Ha nem tudok jól, akkor a fene egyen az egészet. Akkor vigyel az ördög. Mondjuk, te ilyen vagy, ha valamiben rájönnél arra, amit nagyon ambicionálsz, hogy nem megy annyira, akkor lenne erőd abba hagyni? Én sokkal rosszabb vagyok. Az van, hogy én, ha tudom, hogy jó megy, akkor nekem az nem szexi, és be se fejezem. Csak akkor inkább valami mással. És valami olyat csinálok, amivel lehet, hogy rosszabb vagyok, de meg akarom tanulni, hogy jól, és nem is leszek benne feltétlenül jó. De ez legalább új. De törekszem, és új, és nagyon megunok mindent. Aha, értem. De akkor mi hajt? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nekem az a baj, hogy ez a folyamatos dallód van az életemben, tehát, hogy nekem folyamatosan az van, hogy én csinálni akarok valamit, és nagyon hiányzik az életemben az a pont, amiből meg tudom találni azt, hogy mi az, ami kikapcsol. Mi az, ami... Tehát az upload része is kéne valahogy, hogy én rádugom magam a konnektorra, chargerre teszem magam. De hogy... A részei az életednek, ami sikerekkel van kikövezve, az csak kielégít. Nem. Nem? Nem. Az a baj, hogy örökel. Tehát én amikor egész életem, például most mondok egy példát, egész életemben arra vágytam, gyerekkorom óta ugye mindenhol azt láttam, hallottam, hogyha valakinek mondjuk a Budapest Sport Arénába, ami annak idején még sportcsarnok, meg mit tudom én, mik voltak a nevei, ha ott valakinek van egy nagy koncertje. Ott se voltam, soha látja. Hát akkor én voltam, hála jó Istennek, hallgatóként is, és utána eljött az idő az életemben, amikor ugye fellépőként is. És egy majd egy Majka koncertre, tanár úr. Na, igen, bizony, most már meghívom a tanárnak. Most már nézem meg, hogy mit produkálunk a színpadon. És az van, hogy amikor ez megvolt, 2018. március 17-én, akkor utána szerintem általában az embereknek a nagy része akkor egy picit, hogy elégedette hátra, és azt mondja, hogy ez ki van pipával. Én március 18-ig otthon ültem, és így doboltam az ujjaimmal az asztalra, hogy akkor ma mi lesz. Tehát, hogy ez úgy nehéz. Erő tud valamit mondani, tanár úr? Hát nézze, maga érezte ezt valaha? Nézze, hasonlóképpen volt egy pillanat, 1992-93 körül, amikor úgy éreztem, hogy ez az új kelet-európai demokratikus politika engem nem elégít ki. Ugyanakkor persze a dolog persze egy drog egyben, nyilvánvaló, ez a legalábbis akkor, amikor még igazi politika volt, mert akkor még volt. Melyik része volt drog? Hát a folytonos tevékenység, a parlament, a szónoklat, a híresség. A kóved? Az ünnepeltség? Nem csak, nem csak. De élvezte azt a tanárót? Hogyne, persze. Hát ön azért nem mindig, ki? Nem mindig, de azért sokszor. A liberális közvéleménynek ön egy bálványa volt a rendszerváltás idején. Igen, vitatott bálványa, igen. És de tudott benne fürdeni akkor? Néha igen, szóval egyáltalán tagadom, persze, nem is olyan ritkán. Bár voltam, amikor észrevettem benne a rutint, meg észrevettem, hogy ismétlem magam, amit ugye nem szoktam volt. Úgyhogy persze voltak figyelmeztető jelek, és mondom, már volt persze az egésznek mondjuk inkább a lényegét tekintve támadtak teljesen klasszikus kételjeim. Hát egyrészt mennyiben képviselek itt valóban embereket. Bocsánat, de ez egy jellemkép is azért egy emberről. Tehát én azt gondolom, hogy aki mondjuk a hivatásában felállít időnként kételyeket a saját munkájával kapcsolatban, vagy a művészetében, tök mindegy, az gondolom az élet más területén is így van. Tehát gondolom a tanárul akkor elég sokszor küszködött mondjuk azzal, hogy helyese az. Hajaj. Igen? Legutóbb ma reggel, igen. Nézd, egyrészt itt nem pusztán csak jellemkérdésről van szó, szóval az nagyon alkati kérdésről is szó van. Én azért valamilyen mértékben hajlamos vagyok arra, hogy csalódjam, kételkedjem. Jó, magában? Magamban és másokban, világban, társadalomban, sok mindenben. Tehát, hát te is ismeri a tévedéseit? Én a magyar közéletben azon kevesek közé tartozom, akik nyilvánosan is elismerték, hogy tévedtek. Igen, hogyne. Sokban hasonlítunk eddig az elmúlt 10 percben, igen. Sosem gondolta volna, de tényleg így van. Igen, úgyhogy persze, tévedtem is valóban, nem titok. Ráadásul számos alapvető dologban. Ha mondjuk az elmúlt 30 évet veszük alapul, igen. Önnek kellene több embertől, vagy több mondata miatt elnézést kérni, vagy ön várna több bocsánatkérést? A mondataim miatt különösebben nem. De elvárna például sok embertől, hogy öntől kérjen elnézést? Nem. Én nem szorulok erre rá. Volt egy időszak, amikor rád pánikrohamok törtek. Igazából most sem tudom, hogy ezek pánikrohamok-e.
akivel beszélek életemben, vagy átélte ezeket a dolgokat, azok egész máshogy fogalmazzák meg ezt a pánikrohamot, mint amit én érzek. Vagy te mit éreztél? Mert egyébként, aki ebben járatos, tehát konkrétan az orvosra gondolok, vagy az orvosokra, azok például azt mondják, hogy a pánikrohamnak azért rengeteg formája van, tehát ön is, mint az enyém, vagy ön. Én kimerültem, tehát nekem ez egy idegi kimerültség volt, tehát én egyszerűen nem bírtam már, sokat melóztam, sokszor mindenkire sokszor odafigyeltem, sokféleképpen próbáltam megfelelni. Ugyanazt, amit az előbb a tanár úrtól kérdezté, hogy mit várnék el, hogy én kérek-e bocsánat, vagy tőlem kér. Ezzel a mondattal én nagyon sokat küszködnék, hogy mi erre a helyes válasz. És neked mi lenne? Nem tudom. A legfontosabb, amit mondott a tanárról végig, hogy az igazságtalanságot azt én nagyon nem tűröm az életembe. Tehát az sajnos az falig elmegyek, bárki legyen az. Az aki... nem sajnos, azt jól teszi. Igen, csak néha én, amit az előbb is mondtam, hogy fárasztó. Igen, tehát hogy azért ez tud gyomorforgató lenni. És nekem volt egy olyan időszak, amikor én ezt megsínylettem, tehát amikor azt hittem, hogy úristen, hát én elrontottam az egész életemet, hogy én azzal olyan vagyok, amilyen, és hogy én nem bírom elviselni azt, hogyha mondjuk valaki a környezetemben hülye, szó szerint, és én azt rosszul viselem. Szívedre veszed? Igen, mondok, a szívére veszi, abból lesz a pánikrohama, aki szívinfarktus kapni. Én az agyamra veszem, és én idegileg kimerültem, tehát hogy én elfáradtam, és nem tudom. Tehát, hogy érzékenyebb lettem, tehát ez a nagyon szenzitív korszak. Megnézem egy Peugeot reklámot a tévében, és elsírod magad. Igen, egyébként van benne valami, hogy a gyerekek után lett ez igazából, tehát és a gyerek a sokféleképpen kicsit hát az ösztrogén szintet megdobja a férfiaknál szerintem. Az meggondolkoztatja az embert. Igen, és szóval ez nekem volt, igen. Tehát segítséget ez nekem volt. Kellett kérned? Persze, hogyne. Tehát ezt, én azon csodálkozom, amikor elmentem például először dokézni, a Muszbek Katalihoz járok, egyébként a Hospice háznak, ő az igazgatója és egyik alapítója és satara, tehát a mai napig az aktív igazgatónő, és ővel egy nagyon jó viszonyt ápolok, és mondtam neki, hogy mi a baj, elmondtam, hogy mi a baj, akkor mondta, hogy Péter, az, hogy itt ül, az már eleve egy út arra felé, hogy ő ebben ki akar lábalni. Igen, valaki már segítséget kér, az már azért. És én azt mondtam neki, hogy én nem értem, hogy ezt, amit én érzek most, hogy ezzel ki az, aki nem akar segítséget kérni. Tehát nekem ez egy olyan szintű gyomros volt, meg félelem, hogy mondtam, hogy én el sem tudom képzelni, hogy valaki ezzel nem megy el orvoshoz. De ez mivel járt? Szívdobogással? Nem, ez egy ilyen szorongás? Szorongás, tehát én például 36 évesen tudtam meg életem, hogy mi az, hogy szorongás. Én ezt el sem tudtam előtte képzelni. De mitől szorongtál ez, akkor? Hát ez. Hát ez az. A szorongás az általános. Ha megkérdezik, akkor erre nem nagyon tud válaszolni az ember, aki szorong feltétlenül. Én tökre megértem a tanárát, amikor azt mondja, hogy ebből mondjuk ő azt mondta, hogy kimarad, neki ez már nem olyan. Neked az is megfordult akkor a fejed, hogy kimaradsz az egészből? Igen, tehát ez is megfordult a fejembe, mert ugye nagyon megijedtem, tehát azt mondtam, ez így marad, akkor nekem vége az életemnek. Tehát ez nem. Viszont nekem ott a Hajós Andris, aki ugye nekem az egyik legjobb cimborám, és nagyon kellett, hogy mellettem legyen, mert ő már túl volt egy ilyenen, és például ő az Emir ezt a karrierét, a zenei karrierét, emiatt áldozta fel, majdnem úgy szó szerint, és ő azonnal a fejemre koppintott, hogy nem, haver. Lemondtál most 2 hétig koncerteket, már pedig most el fogunk menni koncertre együtt, a zenekar ott várt, és ő levitt a koncertre. Az önbarcangolásnak én azért azt a formát is sokszor választom, hogy teljesen magammal vagyok elfoglalva. Hogy úristen, hogy én nekem milyen bajom van, hogy nekem most mennyire rossz. Már az, hogy amikor rosszul vagyok, hogy megszűnik a világ, és csak az én problémám van. És hisztis akkor, vagy? Hisztis, néha nagyon, igen, abszolút. Hát ha ezt annak nevezzük, akkor igen. És akkor ki feleséget szól ilyenkor, hogy... Hát nekem az otthoni, igen, nekem igen? Az otthoni asszonyom, az egy picit nekem a mai napig olyan stádiumba tartozik a kapcsolatunk, vagy olyan mederbe folyik a mi kis életünk, hogy ő egy egész más érzelmi állapotot képvisel ilyenkor, és ő vissza tud engem rántani abba, hogy na, jó, most ezt... Annélkül, hogy belemennék a bulvárba, elvetted már őt? Mert úgy tudom, nem. Még nem, mert márciusban ott lehetett olvasni, hogy lesz. Úgy volt, hogy most lesz június 10-én esküvünk, 10 év után 2 gyerekkel, nem volt olcsó elintézni, hogy ezt megúszszam ezzel a Covid dolga. Igen, de nem. Nagyon sajnálom egyébként, mert most már igazából megérdemli, hogy elvegyek 10 év után. Kibírtam mellettem ezt az elmúlt 10 évet, meg hát ugye van 2 gyönyörű szép gyerekünk, de majd jövőre talán, hogyha minden rendben lesz. Még annyit mondja erről a szorongásos időszakról. Én így távolról végiggondolva ezt, szerintem egy sikeres ember egy ilyen élethelyzetben nagyon rádöbbenhet arra adott esetben, hogy ki a barátja. Jaj, Istenem, hát ez a legszebb dolog volt az egészben. Ugye? Esküszöm, annyi mindent kapott. Amikor én elmentem először a dokinőhöz, Kati nénihez, és akkor elmondtam neki, hogy én mit csináltam ebben az elmúlt 3-4 hónapban, amíg ide jutottam, hogy ugye ez itt lett egy ilyen
nem is tudom, egy ilyen fade out, akkor ő azt mondta nekem, hogy Péter, ezt, amit ön elmondott, ez emberfeletti. Tehát ott van, lehetett volna egy agyvérzés, egy infarktus, meg mondjuk ez. Akkor válaszom, melyik lenne önnek a legmegfelelőbb. És akkor ebből a szempontból, innen megvilágítva a dolgokat, az ember így átértékeli az életet, és sok mindent megtanultam ott, hogy ki az az ember, aki sokkal humánusabb, sokkal jobban odafigyel a másikra, és ki az, akit egyébként tényleg valamilyen szinten az érdek vezérelt. Sok fájdalmas csalódásod is volt? Volt, és egyébként én nem tudom például a tanár, hogy van veled, én ezt nagyon rosszul élem meg. Tehát ez nekem a mai napig, pont az elmúlt egy-két hétben volt nekem egy olyan, ami szintén volt egy csalódás emberileg, és én konkrétan úgy élem meg ilyenkor, hogy egy világom, mikor pedig aztán nagyjából tudom a kapcsolatot hova tenni, meg tudom, hogy mi történik ott, de amikor szembesül vele az ember, hogy ott történik valami olyan, ami neki talán egy kicsit fontosabb volt, vagy túlgondolta, akkor nekem az nagyon nagy gyomros. Melyik gyerek nem sírt, amikor úgy érezte, hogy az édesanyja, vagy az édesapja nem érti, akit amúgy annyira szeret. Szóval akinél közelebb nincs senki. Hát ez borzasztó érzés, és én is okoztam ilyen csalódást a gyerekeimnek, és időnként rettenetesen idióta, és vak, és süket voltam, mint mindenki. Nem értettem a kis jelzéseiket, amiket pedig hát leadnak. Például, mit tudom én, elszalad az embertől, és akkor visszanéz. Ennyi az egész, mert azt jelenti, hogy nem tőled szaladok el, csak valami nagyon vonz, és szaladok. De szeretlek, csak elmegyek. Na hát ezek a dolgok, amiket borzasztóan nehéz megérteni, hogyha az ember nem figyel kellőképpen, egyszerűen koncentrálni kell, nem kell okosnak lenni, csak szeretni kell, tehát figyelni kell. Ön például tudott, vagy tud haver lenni a gyerekekkel? Persze, ha miért ne? Persze. Tehát nem egy ilyen rigorózusabb... Az én, dehogy is. Kenyérre lehet kenni? Hát, ja, én elkényszerítem össze a gyerekemet, amennyire tőlem telik, és nagyon szívesen, különben is. Egyszer azt mondta nekem egy barátom, hogy azért ne legyek már ennyire lágyszívű, mert az nem lesz jó a gyereknek. És azt mondtam, hogy mi, legyek undok? Mi csináljak? Szerintem a következetesség. Úgyhogy, hát én nem tudom. Szerintem az fontos dolog. Én nem tudom, hát neveljük egymást, és akkor valahogy kialakul a dolog. És ők is önt, ha jól értem. Hát hajaj, nagyon sokat tanultam tőlük. Mond egy példát. Egyszer elvittem a kislányomat egy felnőtt társaságba, az ritkán fordul elő, mert különösen nagyon járok társaság. Azt mondta a kislányom, hogy milyen furcsa volt téged így hallani, hogy így beszélsz. Mondtam, hogy másképp beszélek, mint egyébként. Hát több, nagyon viszonylag sok emberről. Aztán persze. És mondom, miben különbözik leginkább? Aztán úgy láttam, hogy magadat akarod szórakoztatni. Hoppa. Azt a mindenségét. És igen, hogy igazából nem azért beszélek, mert igazából közölni akarok valamit, hanem magamat mulattatom. Na jól leleplezett. Hát meg jól leleplezett. Nagyon meg, igen. Úgyhogy meggondoltam magam egy kicsit őszintesség és egyebek tekintetében. Talán nem vagyok eléggé őszinte, talán nem vagyok eléggé autentikus, tessék vigyázni. Konkrétan nekem a Marci az egy minimi. Tehát, hogy én, az én kölyköm, a nagyobbik ott az anya személye nem biztos. Tehát, hogy tényleg azt érzem minden pillanatban, hogy ugyanolyan akaratos, ugyanúgy néz ki, mint én, amíg még anya élt nekem, addig ő mondta, hogy ő újra éli ezt a gyerekkort. Hát figyelj, ha olyan lesz, mint te voltál, hát az vége. Hát nem akkor lehet. Vége. Nem te lehet. Nagyon rossz gyerek voltál. Nem lehet. Igen, rossz gyerek voltam, és ez nem lehet. Nem szeretném, hogy a gyerek úgy ledobja a táskát, mikor hazajön, és akkor kimegy bandázni a Népfürdő utcára, a pingpongasztalon felnő, mint én a Szent Istvánon, vagy a Latinkán annak idején, és aztán este majd valamikor hazaesik 10-kor, és mondjuk már nem tudom, 13 évesen elkezdődik vele az, hogy már nem tudom, kipróbál dolgokat, amiket mondjuk én kipróbáltam. És te 18 éves korodig azért... Hát azért, fogyasztottál drogot? Hát igen, mindent csináltam, én azt gondolom, hogy amikor kellett az életben. De hát ugye azért igazol valamilyen szinten az élet, tehát azért már úgy értem, hogy azért én az első pillanattól kezdve tudtam mindig bármit csináltam az életben, hogy hol vannak bizonyos határok. De honnan? És a barátok, szerintem az ilyen félelemérzet volt inkább. Tehát amikor például olyan dolgot csináltunk, ami már mondjuk ilyen akár börtönbe is lehetett volna érte menni, akkor én jobban fértem mindig a börtöntől annál, mint hogy megmerjem csinálni az olyan dolgot. Vagy amikor mondjuk olyan dolgot kellett, nem tudom, a kábítószereztünk, akkor mindig
jobban féltem attól, amikor megnéztem valakit a tévében, hogy milyen igazából kábítószeresnek lenni. Én soha nem akartam volna lenni. Te volt szerinted, amikor nagyon rezgett a léc? Hogy általában jöjjön, hogy mellé menjen ez a történet? Nézd, én azt gondolom, hogy olyan közegben nőttem fel, és olyan helyen Ózdon, amikor bármikor mellé mehet a... Több gyerekkori barátod most is börtönben van. Igen, igen, nagyon sokan vannak, akik börtönben vannak, és nagyon sokan vannak, akik egyébként normális körülmények közt élnek, és nagyon jó módú emberek lettek, de vannak olyanok, akik sajnos nem. De ez majdnem mindenhol így van, csak azt hiszem, hogy Ózd egy olyan pálya, ahol hát azért... Igen, igen, azért ott kinevelt minket az élet, ott mindenkivel mindenhogy találkozol, mindenféle embertípussal. Mondasz egy olyan példát, hogy mi volt az a te előnyöd mondjuk egy budai urifigúval szemben, hogy te innen jöttél, és mondjuk helytáltál a magyar showbizniszbe, vagy a magyar nyilvánosságba? Hogy ez élelmesség? Jó emberismeret? Kaméleonság? De ezt nem tudom feltétlenül, hogy ezt ahhoz lehet-e kötni, hogy Ózd. Vagy ahhoz, hogy Szombathely, vagy ahhoz, hogy Miskolc, vagy nem tudom, Székesfehérvár. Szerintem ez egy tulajdonság. Tehát például nekem azért megvan az a jó tulajdonságom, hogy én bárkivel el tudok beszélgetni olyan dolgokról, ami valójában érdekel, meg mozgat, bárki ezt tudok alkalmazkodni, nagyjából. Tehát te mondjuk a tanárúra szembe sem érzel elfogódottságot? Nem. Látom, hogy nem. Nem. Visszakanyarodva az előző kérdésedhez, hogy miben változtatott meg ez a fajta betegség, vagy ez a fajta állapot, amikor ez elkezdődött nálam, hogy most már nem érdekelnek azok az emberek, nincs időm velük jópofizni, akivel azt látom, hogy nem olyan, hogy megérdemli egy, ez egy kicsit nagyképű hangzik, de hogy megérdemli az én figyelmemet ő annál tovább, mint hogy engem is érdekelne ez a dolog. Hogyha azt látom, hogy ő nem jó ember, vagy egyáltalán olyan, amilyet én az én értékrendemben nem tartozik bele. Húztál egy vonalat valószínűleg, de azt mondod, hogy nem vagy elfogódott, vagy megilletődött. Kivel szemben lennél az? Van olyan ember, szerinted? Olyan természetes a viselkedésed minden helyzetben, most amúgy is igen, készültem belőle. Igen, igen. Nagyjából ez, de mondjuk találkoztam olyan bálvánnyal, ami ledőlt. Ki volt? Azért, hát egy nagy híres zenés, zenei pályamozgó énekes, aki gyerekkoromban egy olyan etalon volt, meg egy olyan isten, akit, és amikor találkoztunk, akkor teljesen romokba dőltem. De kulturálatlan volt, vagy mi volt a baj? Óriás paraszt, igen. Aha. Tehát, hogy borzalmas, és lekezelő, és tudod, pont olyan, akivel soha többé nem akarok beszélni nagyon. Te ilyenkor szólsz? De ilyenkor, hát nem feltétlenül, nem. Én azt elintézem magamba. Meg egyébként az a fajta, tehát a tiszteletem, a gyerekkori rajongásom utolsó gesztusa felé az, hogy nem küldöm el a francba. Uh-huh. És akkor utána befejeztem. De ilyen volt sok. Én nagyon sokat voltam szegény életemben, kifejezetten szegény. Az mit jelent? Tehát a szegénység és szegénység között van különbség? Tehát mondjuk nélkülözött? Hát nem volt mit enni. Hát meg ki voltam dobva a politikai okokból, szóval ez nem születtem szegény embernek, nem erről van szó egyáltalán. Az apám mégis színházigazgató volt, nem... Kolozsvári Nemzeti Színháznak akkor volt. Magyar Színháznak, nem. Magyar Színház. A Nemzeti Színház az a román színház. Ott, bocsánat, Magyar Színház. Kolozsvári Magyar Színháznak magyar volt. Színház. Igen, igen, meg hát író volt, és szerkesztője volt irodalmi folyamatoknak. És nem, hát én, jó, hát szerényen éltünk, de kétségkívül nem kellett aggódni. Betevő falatér, vagy ilyesmi. De ott Erdélyben voltak ilyen visszakok? Ja, hát volt, hát ott csak visszamenő. Nem, itt Magyarországon elsősorban, miután átjöttem ide is. Nem bántam meg soha? Dehogy bántam meg. A legjobb döntésem volt életemben, úgy döntöttem, hogy fütyülök a rendszerre, rúgjanak csak ki, ha akarnak. És azt, hogy átjött Erdélyből, azt se bántam meg soha? Azt gyakran. Gyakran? De azt nem a rendszer okokból, azt kulturális okokból. Hétköznapi kultúra okaiból, igen. Én mai napig erdélyi vagyok, és ezen már többet éltem itt, mint otthon. Mi van ott, ami itt nincs? Forma. Még egyszer? Forma. Forma. Ezt nem értem. A formák iránti tisztelet, és a formás viselkedés, és nem tudom, lehet, hogy ez illúzió. Valami fajta konzervativizmust? Hát én nem tudom, talán csak... Lehet, hogy ez dagályosan hangzik. Talán csak a gyerekkorom hiányzik, nem tudom. Tény az, hogy... Pontfúra meg egy liberális eszméket meg valóan egy, vertőnök. Mert én nem vagyok liberális. De minden esetre, én annál sokkal balrább állok, de minden esetre azt akarom mondani, hogy persze Kolozsvár ez egy elég sajátos hely, és hogy mondjam, Budapesten, ami régi, az 19. századi, ami Kolozsváron régi, az 16. századi. Miért nem ment vissza a tanár úr? Soha nem futott át az agyán? Késő,
kés. Ő az, ez az idő elmúlt. Lelkiismeret furdalása nincs, hogyan eljött? Ők viszont ott maradtak. Miért? Legyen lelkiismeret furdalása a Ceausescu-nak. Miért nekem? Nem. Most a magyar közösségre gondolok. Hát nem magamtól jöttem el. Nekem el kellett jönni, nem akartam börtönbe kerülni. Már pedig nem akartam. És úgyhogy itt az a veszély nem fenyegetett, ez mégis egy enyhébb rendszer volt Magyarországon, az is jöttem át ide, mehettem volna nyugatra, sokkal könnyebben, mint ide, mit nem akartak befogadni. Na mindegy, hosszú történet. Viszont azt mondja, hogy a formák, ha azt mondom, igen, hogy szülői ház, meg otthon, és lecsukja a szemét, akkor mit, igen, lát maga előtt? Az hogy nézett ki? Az egy másfél szobás kis lakás volt, ahol az apám egy átalakított, kifűthetetlen verandában lakott tulajdonképpen a... Ott írta a műveit, az apám egy bohém volt. Uh-huh. Az apám egy fröccsöző bohém volt. Önnek volt bohém korszaka? Csak bohém korszaka volt. Igen? Hát a maga módján. A maga módján természetesen. Hát kinek mit jelent én a mindig... bohémság? Önnek mit jelentett? Hát én világéletemben egy kocsmázó ember voltam. Nem azt jelenti, hogy berúgtam, mert azt nem szeretek, de én amióta az eszemet tudom, minden étkezéshez iszom bort, és így tovább, meg szeretek jól enni, meg szeretek csavarogni, meg mindenféle, meg hát ugye fiatalabb koromban nyilván nagyobb társas életet éltem, meg bandáztam az értelemben, hogy nagyobb társasággal lötyögtem ide-oda, és hát azon kívül pedig hát természetesen egy romantikus természet vagyok, és ez eléggé lefoglalta az időmet. Már hogy a hölgyek, arra gondol? Hadd ne részletezem. És igen, igen, de én semmiképpen egy érzelmes természet voltam, és vagyok, úgyhogy... Szentimentálisnak is mondaná magát? Bizonyos értelemben igen. Igen. És, hát ez a velejárója. És igen, úgyhogy persze, na most a... És csak annyit mondjon el, ami rá tartozik, de ön egy ilyen virágot küldő, adott esetben verseket is író típus volt? A legnagyobb mértékben. Igen? A legnagyobb mértékben. És díjazták a hölgyek? Hát volt, aki. Meg volt, aki hát kinevetett. Az akkori mércével volt, aki kinevetett. Persze. Hát volt, aki kinevetett. Hát persze, ahogy lenni szokott. És... Az hegedűzéssel egybekötve mondjuk az azért elég masszatot lenni. Azért nem rossz kombó. Tehát azért már adtak, akkor a... Szerenádot nem repülnek adtam. A melltartók. Szerenádot nem adtam. Nem, akkor még kisgyerek voltam, nem adtam szerenádot. És milyen, és, ha már így beavatódhatunk, igen, milyen Tamás Gáspár Miklós, vagy milyen volt, amikor szerelmes volt? Tehát ilyen pillangók röpködtek, csak a hölgy jár az agyába, teljesen el tud így emelkedni a földtől, az a típus? Nézze, azért ez azért nagyjából közös az emberiségben, ebben nem vagyunk át olyan nagyon kivételesek. Amikor az emberek egy nagy érzelmet élnek át, akkor pont olyan bambák és maflák, mint mindenki más egy ilyen helyzetben természetesen, úgyhogy magam is nem vagyok kivétel. És nem mondom, visszatérve a szüleimhez, ők nem voltak szigorúak, az, hogy mindig az én pártomon lesznek, és hogy nem vagyok egyedül, az biztos volt. És ez nagyon nagy hatással volt rám, és ma is úgy érzem, bár ma már teljesen indokolatlanul, mert hozzászoktam gyerekkoromban ahhoz az érzéshez, hogy rám vigyáznak. Igen. És ez nagyon hálás vagyok, mert ma már ez teljesen alaptalan, de ez a, tehát ezért nem szorongok annyira. Különben meg ezeket a teljesen rejtélyes dolgok, hogy hogy alakul ki nekem a, ugye én, mint mondtam, nem vagyok budapesti, és amikor megszületett a nagyfiam, a legnagyobb fiam, aki képzeld el, 40 éves lesz jövőre, félelmetes. És az én kis fiacskám. Egy idős velem. És nagyjából. Ő ismer? Ismeri a számaimat? Nem tudom. Ő mivel foglalkozik? Ő klasszika filológus, adjunktus az ELTE-n. Akkor nem. És nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Hallgat mindenféle zenéket, nem tudom. És amikor kicsi volt, akkor elhatároztam, hogy együtt fogjuk megismerni Budapestet. Ő nem ismeri, mert még kicsi, én nem ismerem, mert erdélyi vagyok. Megnézzük. És akkor jártuk a várost. Aztán ugye Londonban a lányom meg a fiam, aztán viszont ők vittek el magukkal, és mutattak mindenféle dolgokat. Hát egy elég nagyocska város, és ők meg hát ugye született londoniak. Ennek következtében tényleg, ha nem is ismernek mindent, nekik otthonos. Úgyhogy mindenféle el szoktak hurcolni, mindenféle titkos helyeikre, amit érdekesnek, meg jónak tartanak, meg mindenféle. Úgyhogy... Gyakran kimegy hozzájuk. Változó. Hát attól függ, van-e pénzem, őszintén szóval. De ilyen értelemben a tanár úrnak vannak időnként szorító gondjai?
Mostanában érdekes módon kevésbé. Mert hát szolidan mégiscsak megjön a nyugdíjam. Ugye volt egy idő, amikor kidobtak mindegy, és évekig nem kaptam meg, amit kellett volna. Aztán utólag is megkaptam valamit. Mindegy. Lényegtelen. Tudsz spórolni, tanár úr? Tudott valaha? Nem, sajnos nem megy. És hát ugye mindenkinek megvannak a gyönge pontjai, és hát én pont olyan, pont úgy viselkedem egy könyvesboltban, mint egy kábítószeres egy fűboltban. Uh-huh. Szóval... locsolja a pénzt, és... Hát meg rendel. Hát az a legrosszabb, hogy kitalálhattok, ez egy gombnyomásra elindul. Rendelek könyvet, ugye külföldre, ezek drága könyvek, ugye ennek folytán, mivel külföldi... Hát ugye külföldi zsebre méretezett könyvek, tehát... Igen. És ugye hát főleg, mostában főleg valamiért német könyveket szoktam rendelni, drága. Van hova tenni ennyi könyvet? Hát, kupacok állnak a szőnyegem. Mekkora lehet a könyvtára? Nem, sose számoltam. Tehát nagyon sok, tehát gondolom. Nem. 5-10 ezer, annyi biztos. Ja, hát az nem nagy könyvtár. Jó, az nem nagy könyvtár? Nem. Nem, az 3000-nél járok, és hasra esek saját magam. 10 fölött számít nagyobb könyvtárnak. Nekem nincs annyi, ez kevesebb. Mondd, Peti, a te esetedben, ha találkozol egy... Nem olyan nagy a könyvtáram nekem. Mekkora a könyvtáram? Bár olyan fura is, hogy én nagyon szeretek olvasni. Ezt látja, hallottam. Igen? Igen, valaki mondta, igen. Tényleg? Meséltem valakinek, hogy magával fogok itt egy műsorban részt venni, és azt mondta, hát én hallottam, ez egy olvasó ember. Igen, én szeretek olvasni, és egyébként mindig olyan dolgokat szeretek olvasni, amiről nem gondolom, hogy én szeretem olvasni, és elkezdem, és aztán rájövök, hogy ez engem nagyon érdekel. Mondj egy példát. Ez lehet irodalom is, tehát olyan szép irodalom, amiről én nem gondoltam, hogy engem érdekel, de lehet akár egy, tehát lehet akár egy életút, egy önéletrajzi könyv. Tehát például olyan emberekről például mondok egy embert, André Agassi, akinek mondjuk a valaha megírt legjobb önéletrajzi könyve van a sporttal kapcsolatban szerintem. Rengeteget olvastam önéletrajzi könyvet sportemberekről, és a tenisz soha nem érdekelt. André Agassi soha nem érdekelt. És ahogy leírják benne... És ez mégis érdekes könyv? Hogy? Hát olyan érdekes, hogy olyan nagy dolgok vannak a könyvben, olyan mondatok vannak elejtve, hogy én ezt a mai napig egy ilyen... Igen, mai napig én azt kimásolva, telefonban elmentve használom. Én imádom József Attilát például, imádom a József Attila verseket, vagy imádom Radnótit, a Radnóti féle verseket, és mellette, amit imádok még, doppergés, a zombik. Tehát el se tudom képzelni azt, hogy mennyire meg tud mozgatni engem egy olyan könyv, ami például erről az apokaliptikus világról szólt. Az jutott eszembe, hogy szerintem most sokan fölkapták a fejüket, amikor József Attilát meg Radnótit említed, mert a te imidzsedben nem biztos, hogy belefért az, hogy az köztudomású legyen, hogy te ilyen elmélyült fiú vagy. Ez nem bánt téged? Nem. Sylvester Stallone mondta egyszer azt egyébként, hogy mindenki azt gondolja rólam, hogy én csak ilyen lövöldözős, verekedős filmeket tudok forgatni, senkinek nem akarok csalódást okozni, hogy mást is megpróbálok. Én azt gondolom, hogy alapjában véve az én első és fő karakterem az ez. Én az egyszerű fiú vagyok, aki a dolgoknak mindig a fekete meg a fehér oldalát látja. De nem férne bele megmutatni, hogy ez egy árnyaltan gondolkodni képes. A magam útján ugye én mindig megmutatom. Itt is megmutatom, de én nem akarok ebbe tetszelegni ebbe a szerepbe, hogy én valójában más vagyok, mint aki vagyok. Nem, valójában én egy ilyen hőzöngő ózdi trák vagyok. Aki... Az vagy igazából? Persze, egyszer én nagyon szeretem a mondjuk így a bohém életet, ahogy a tanár mondta. Egyszer valahol éjszakában nyúlan szórakoztam, és hát... Tület szokatlan módon. Igen, és elfogyasztottam egy-két színes italt, színes külföldi italt megittam, és hajnalra ez azért elég meglátszott már rajtam. Kicsit gondolom már, hogy az arcomon is látszott maga a hagyma, a paradicsom és a majonéz, meg minden más, és a Sámson Gabi a kártelből jött, ő is valahol szórakozni volt hajnalban, és látta, hogy épp nagyban benne vagyok egy történetbe, ami saláta darabok állnak ki a számból, minden, és ő mondta azt, hogy ózdról elhozhatod az ember, de az emberből ózdot sosem. És ahogy ott ültem, és akkor ez egy nagyon nagy igaz mondat volt, egy nagyon igaz mondat volt, és visszatérve erre, amit kérdeztél, én abszolút nem akarok többnek tűnni, mint ami vagyok, és nem is akarom bebizonyítani senkinek, hogy én több vagyok, mint ami vagyok. És a legfontosabb, hogy az én életemben sosem volt mérce az, hogy kinek mekkora az IQ-ja, vagy hogy ki mit olvas, vagy hogy ki mit néz, vagy hogy azt ki mit lát. Talán furcsán fog, azért nekem sem. Igen. Tehát én mindig az érzelmi intelligenciára hagyatkoztam. De neked például pironkodni kellett valaha? Amiatt, hogy nincs egyetemi végzettséged, hogy Ózdról jöttél, bármikor is kaptad-e magad azon, hogy a büdös életben ez lehet, hogyha itt nevelkedem Pesten. Nem mondom, hogy nem zavart.
az, hogy, hogy nem mondom, hogy nem zavar a mai napig az, hogy én nem... Engem a Rangos Kati azt mondta annak idén, talán itt ültem vele ebbe a stúdióba és beszélgettem, és azt mondta a Rangos Kati, hogy ha én ide születek Budapestre, akkor, akkor lehet, hogy egy jó nevű ügyvéd lesz belőlem, aki ezzel a kvalitással... És akkor mi van? Igen, és akkor mondta is, hogy de nem kell, és ez tök jó így, hogy így van. És én is örülök, hogy nem egy jó nevű ügyvéd lettem, nem... Semmi baj nincs, így van, egyébként néha szívesen cserélnék velük időnként, de hogy alapjában véve én ezt nem bánom, mert egy kicsit ilyen minden úgy van jól, ahogy típusú ember vagyok. Hát ezzel a végösszeggel én igen, is tehát, azt mondanám, hogy, így könnyű. Az a baj, hogy lehet, hogy emiatt. És aztán, hogyha meg ott maradok Ózdon, és nem tudom most, félig meddig Böribe ülök, és nem tudom, kibe járok, vagy hogy másfajta ember leszek, mondjuk belefeledkezek az alkoholba, ott a kilátástalanság, vagy nagy unalmamba, szóval hát nem ezt mondom. Egész más aspektusra, mert nyilvánvalóan, de ezen nagyon sokat gondolkodtam, hogy a te karrier történeted, az tényleg a véletlenem múlt, vagy egész egyszerűen, ha akkor nincs a való világ, ugye ő meglátott egy hirdetést, lehet, hogy a tanárról ezt nem tudja, ő már ment volna külföldre, akkor nem látta Isten igazából a kilátást maga előtt, meg is volt a repülőjegye, az édesapja leesett mellette a televíziót nézve, ott meghalt, szívinfarktust kapott, ez egy meglehetősen nagy sok volt neki, úgy tűnt, hogy derékbe törik akkora az élet, ezt talán mondhatom így. Persze. És akkor meglátott egy hirdetést, nem ment ki, külföldre meglátott egy hirdetést egy valóság show kapcsán, és azt mondta, hogy ide jelentkezem. 3 év múlva az ország egyik legismertebb embere lett. És azon gondolkodtam én, hogy vajon az életben ezek tényleg véletleneken múlnak, vagy ha nincs ez a tragédia, akkor nagyjából egész éve te ugyanezt az utat be tudod járni, csak kacskaringókkal. Ugye John Lukácsnak van egy jó mondata, hogy görbe vonalakkal rajzol az Isten egyenest. És hogy a fene tudja, az emberben van szorgalom, szufla, ambíció. Lehet, hogy ugyanide jut el, nem? És lehet, hogy kilépsz és elüt a busz. Tehát az élethez nagyon nagy szerencse kell szerintem. Borzasztó nagy szerencse kell. Az, hogy valaki eljut valahova, szerintem legalábbis, az nyilván egyfajta attitűd, tehát hogy kell hozzá, hogy legyen egy olyan fajta karakter, ami progresszív kell, hogy legyen, ami előre visz. Na látja, az volna egy jó világ, amelyben szerencsén nem volna ekkora szerepe. Így magának van, teljesen így igaza van. Így van, a szerencsének óriási szerepe van, és a véletlennek. Így van. Az én életem is pozdorjává törhetett volna számtalanszor, mint mindannyiunké. És mondd egy példát, hogy mikor? Én 78-ban jöttem ki, és 1980-ban visszamentem meglátogatni az édesanyámat, és akkor engem ott letartóztattak és kitoloncoltak. És 10 évig nem engedtek be Romániába. És ott nekem még egy csomó befejezetlen viszonyom, barátságom, kapcsolatom, mindenféle volt, ami teljes mértékben hát kész, nem tudtam semmit tenni. Magukra hagytam embereket, akiket nem óhajtottam volna magukra hagyni, és ugye akik nem jöhettek át, mert nem kaptak útlevelet, szóval egy katasztrofális helyzet alakult ki, és itt meg mindenféle bajaim voltak, a legkülönfélébb zűrök, és úgy éreztem, hogy ebből nem lehet kijönni, hogy az életbe, ebből a zűrzavarból és ebből a tragédiából nem tudok kijönni. Soha. És azok az évek nagyon megviseltek, és a nyomaikat még mindig érzem. Már milyen értelemben? Hát például azok az emberek, akiktől a sors ilyen módon elválasztott. De egyébként szerintem ezt más aspektusból is lehet nézni. Tehát például, ha én annak idején, hogyha, tehát mondjuk nézzünk egy sokkal optimálisabb esetet. Mi van akkor, hogyha az én öregem az nem hal meg? És mi van, hogyha én kimegyek Kanadába? És mi van, hogyha Kanadába találkozok valakivel? És amikor már pucra vágom a nyelvet, és kint csinálok valamit, és kint leszek egy nagy ember, és kint mondjuk nem egy olyan ember leszek, akit Magyarországon ismer, hanem Kanadából és az Egyesült Államokból olyan emberek jönnek, akiket az egész világ ismer. Érted? Tehát például úgy is lehet nézni, hogy mi van, hogyha én azt az utat rontottam el, ami sokkal, de sokkal dicsőségesebb lehetett volna, mint mondjuk ez. De ez már a te örök elégedetlenség. Oké, ebbe benne van, de ezt ne felejtsük el, hogyha azon mélázunk, hogy mi lett, hogy van a szerencsének és hogy van a sorsnak szerepe, akkor nyugodtan bele lehet ezt is képzelni. Még csak azt befejezem, amit eredetileg akartam mondani. Azt mondta, hogy egy nagyon rossz periódus volt, de a szerencse ott bekopogtatott az ön életében, ha jól értem? Hát egész egyszerűen abban a formában, hogy úgy látszik, hogy a látszólagos törékenységem mögött mégiscsak egy kemény ember vagyok, mert túléltem.
De voltak olyan pillanatok, amikor úgy gondolta, hogy nem fogja? Hát azt gondoltam, hogy tönkre megyek. Azt nem gondoltam, hogy meghalok, de azt gondoltam, hogy tönkre megyek, igen. Az ember mondjuk, hogy rendelkezik egy olyan képességgel, hogy le tud vezetni egy élő televízió műsort, anélkül, hogy a piros fény a beszéd központjára menne rá, az nem egy képes, vagy bocsánat, az nem egy összeszedett tudás, hanem az egyfajta affinitás. Tehát az, hogy én ugyanúgy izgulok, csak kevésbé látszik. Uh-huh. És meg tudom oldani azt a szituációt abban az esetben. De amikor én ott állok, és nekem azt mondják, és tudom este, hogy mondjuk kilépek, és azt mondják, hogy 10, jó munkát. Ezek milyen műsorok? Hát ezek show műsor jellegű dolgok. Inkább volt már kvíz is, tehát például mondjuk volt egy 50 milliós játszma, az egy ilyen kvíz jellegű uh-huh. műsor, de vannak ilyen, hát inkább ilyen szórakoztató esztrád műsorok. Tehetségkutatók is. Tehetségkutatók, vagy egyébként nem tudom, hát igen, talán szórakoztató műsorok. Azért a kvíz műsorra fölvonta a szemöldökét egy pillanatra, nem? Igen, azt tudom, hogy micsoda. Igen, azt is csináltam, bár igen. Azt gondolom, hogy ez a világ sokat igen. Változott. Tehát igen. Azért szerintem manapság egy olyan, a televíziózásban egy kvíz műsorban nem arra van szükség, hogy az embernek lexikális tudása legyen, se a műsorvezetőnek, se senkinek. Én azt gondolom, szórakoztató. Amikor nagyon elégedetlen vagyok, akkor mindig úgy leszek egy kicsit elégedett, hogy arra gondolok, hogy valójában mindenki kicsit elégedetlen, aki elért valamit. Tehát lehet, hogy a Lionel Messi otthon ül, és arra gondol, hogy de jó lenne fellépni egyszer 20 000 embernek. Az egy focista, Barcelona. Ja, hát a világ valaha volt egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb játékos. A legnagyobb maradjunk. Igen, tudom. Ezzel azt hiszem, el is köteleztem magam. Én is tudtam, hogy ez egy focista. Talán is tudta. Hallottam már a nevét, igen. De azért az nagyon jó, hogy Lionel Messiről tudja, hogy focista rólam meg, hogy kivagyott, és sokkal többet nem. Tehát mondjuk nekem ez egy rang végül is. Hogy... Tudom, hogy egy nagyon jó focista, nem láttam még soha. Érdemes, mert színház. Viszont a kvíz műsorokat, azt beszéljük meg egy mondat erejéig. Láttam el egy interjút, ahol te elég nagy ambícióval és magabiztossággal azt mondtad, hogy kitaláltál egy kvízműsort, ezt a Nyomda gombot tesó, ez lesz a címe, és ezt tényleg te találtad ki, és nagy siker lesz. Tudomásom szerint elég nagyot perecett. Ez óriás bukta volt. Az neked mondjuk az egódat ilyen értelemben helyre rakta, ha helyre kellett? Hát inkább én azt mondom, mindig azt mondom, hogy az, hogy most valami szellemi terméket teszel bele, vagy pénzt egy adott vállalkozásra. Ezt te találtad ki teljes mértékben. Azért nem, tehát ketten voltunk egy másik emberrel, akinek azóta is homály fedi a kilétét, és nem is akartuk, hogy ez kiderüljön, és azt gondoltuk, hogy megreformáljuk ezzel a kvíz világot, mert minden adott benne, ami már sikermisor volt máshol, másmikor, abból kiszedtük minden jót, és beletettük, és kidobtunk minden rosszat. És beletettük a minden jót egy műsorba, és azt hittük, hogy majd ebből lesz valami. De mi és volt aztán a baj? Hát szerintem bonyolult volt. Bonyolult volt? Igen, az embereknek a televízióban 2020-ban arra van szükség, hogy a fekete labdát a fekete lyukba vidd el, és közben legyél vicces a kéket, mert a képben. Ha már pirosat akarod a fehérbe, akkor már felteszek ezért, de miért akarod a pirosat a fehérbe? De nem akarom megmagyarázni azt, hogy mi túlgondoltuk ezt a dolgot, és ez egy nagyon nagy perec volt. De én erre mindig úgy tekintettem, egy olyan termékre, amit tök mindegy, hogy én most, ahogy mondtam az előbb, szellemi input volt, vagy tök mindegy, hogy pénzt raktunk bele, hogy ez egy vállalkozás, amit azért csináltam, hogy jobb legyen nekem, a környezetemnek, a családomnak. Tehát ez egy olyan dolog volt, amit azért hoztam létre, hogy én jobb legyek. Hogy nem sikerült, nekem pont olyan bukta volt, mint hogy egy étterembe beleraktam mondjuk 50 millió forintot, és nem jött össze. Azt is elbuktad? Azt is, igen. És az is egy rossz döntés volt, de amellett rengeteg jó döntés volt az életemben, amiket hoztam, és én mindig azt nézem, hogy mi van a szatyorban. Csak azért is kérdeztem ezt, mert Sebestyén Balázsék rendszeresen elmondják, hogy a Wunderschön és Super Sexy című szintén saját találmány perece, tehát hogy nagy bukása, kellett nekik nagyon ahhoz, hogy egy picit optimumra kerüljenek ambíciók tekintetében. Most világosítsam fel, ezek kicsodák. Sebestyén Balázs? Az meg azt nem tudom ki. Nem, a Sebestyén. Ez az, engem megtudod. Ezt kivágom ezt a részt, és elküldöm a Bazsinak. Tényleg ez ki. Sebestyén Balázs az RTL Klub sztárja, szintén show műsorokat vezet, talán a Morning Show kapcsán, ott se hallott, nem hallott. Az egy reggeli műsor. Az RTL nem még egyetlen adását sem láttam. Egyetlen adását sem láttam, és egy reggeli műsort is vezet, ami ez idő szerint olyan 2 millió, 2,5 millió embert érdekel minden. Azt hol vezeti? Rádió 1. És a 2,5 millió sok egy kicsit, így elsőre, de igen, de egyébként egy másfélben megegyeztünk, és az is rengeteg. Az is rengeteg. Ezért majd kapok egyébként, ha több.
És ő is elindított egy saját gyártású műsort, már nem is keverem be, hogy Vadon Janival, az ő társával, és irgalmatlan nagy volt akkor emlékeim szerint a bukás. Már egyébként nem akkora, mint szóval sem még nagyobb volt. Igen? Mert akkor a Balázséknak nagy volt a bukás, de ahhoz miért nem volt nagyobb a bukás, tehát meg kell, hogy védjem őt ebben a szempontból, mert ahhoz a nézettséghez, amit általában az RTL új műsorai produkáltak, ahhoz képest nem. De valójában azért az ő idősávjukat azt ott megnyerték, a Nyomdagombot és az nem nyerte meg. És a legfájóbb az egészben a Nyomdagombot tesónál az volt, hogy ott már az elejétől kezdve elutasítóak voltak az emberek. Te menet közben érezted, hogy baj lesz? Nem? A világ legjobb forgatása volt. A legjobb kedvű, a legjobb casting, a satara-satara. Azért sok minden nem múlhat az, hogy mi jó, hova tesz, főleg egy televíziósban van még egy vágó, van még egy, aki foglalkozik azzal, hogy milyen zene menjen alatta, hogy milyen idősávban teszik, hogy mennyien van promotálva, tehát egy csomó minden múlik, de én nem akarom ezt megideologizálni, főleg nem akkor, amikor egy 1000 darab készülék szétosztva Magyarországon távirányítóval nyomkodva mondják meg az emberek, hogy nézem ezt a műsort, vagy nem, és ezt felszorozzák egy másik számrendszerbe, és ez alapján milliárd forintok repkednek a levegőbe, és ez 2020-ban, amikor 51 éve voltunk a Holdon, akkor ez jelenti a mérést, hogy ki mennyien néznek televíziót Magyarországon. Tehát én azért sok nem mindent... Nem hiszel ebbe, vannak fenntartások. Nem, hogy nem hiszek benne, ez egy nem létező dolog. Tehát ez, ha egyébként nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a kereskedelmi tévék nem áll érdekükben mondjuk egy online alapú csekk, mert ugye akkor szerintem azok a számok is, amik most úgy vannak, azok is egy picit megtörpülnének. Azt mondod? Hát persze. Szerinted hány százalékkal? Nem tudom, ezt nem tudom így megmondani. De sokkal? Szerintem sokkal. Szerintem túl van gondolva ez a dolog. Most gyűjtögettem olyan idézeteket, amelyeket önről mondtak, önt kedvelő emberek, ezt hangsúlyoznám, és az egyik nagyon megmaradt bennem, azt mondta, hogy ön mindenkinek a szeretetére vágyik. Tehát hiába megosztó, nagyon szeretné, hogy önt szeressék, de mindenki. Ez igaz? Mondjon nekem írót, aki nem ilyen. Hát vagy ember, aki alkot. Ez nem olyan kivételes. Igen, van benne igazság, kevesebb, mint az illető talán gondolja, de mert ez nem olyasmi, ami engem foglalkoztat. Na, de... én úgy tudom, hogy korábban kommentekkel is lehet vitatkozni, nem? Ez nem az előfordult, igen. Mert kíváncsi volt, amiket mondta, akkor dűbe gurultam, és akkor válaszolta. Vagy érdekesnek találtam. Ha valaki olyannak nem tetszik, akinek nagyon vágyna az elismerésre, az bántja? Ez két különböző dolog. Azt mondta, hogy szeretném, ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy vágyakozom, vagy legalább tetszésére, ez viszont nem igaz. Nem igaz? Ez viszont nem igaz. Az nem igaz, hogy mondjuk... Nincs egy olyan ember az életében, tanár úrnak. Ja, van akinek az elismerésére vágya, igen. És mondjuk nem találkozott olyan, hogy valakinek vágyik az elismerésére, viszont az nem, tehát mondjuk, mint az én esetemben, én őt szeretem, tisztelem, becsülöm, és aztán egyszer csak olyat nyilatkozik mondjuk rólam, vagy egy dolgommal kapcsolatban, amiből lejön az, hogy hát valójában ő viszont nagyon nem szeret. Van ilyen ember? Van egyébként. Meg is nevezett? Nem szeretném. Nem. Szóval nem volt ilyen? Nem érdemli meg. Igen, nem tudom, ez vagy nem egy jelentős élmény. Mondok két nevet, akkor lehet, hogy majd kiegyenlít. Bretter György, igen, és Kis János. Tudomásom szerint mindkettejüknek vágyott az elismerésére. Ugye Bretter György egy szenzációs filozófus. Talán nem kell különösebben vágynom, mert borzasztóan szerettük egymást. Igen? Igen. Problémára nem emlékszem. Igen, borzasztóan szerettük egymást. Akkor lehet, hogy rossz eszét olvastam, ott egy másik embert neveztek meg, mondván, hogy ő volt az igazi nagy kedvence Bretter Györgynek. Emlékeim szerint Gusztáv volt a keresztben, sajnos nem emlékszem. Gusztáv. Volt az igazi tanítványa, ez igaz. Ez igaz. És ez nem bántotta? Nem, dehogy. Én nem voltam senkinek se a tanítványa. És nem is vagyok az alkat. Uh-huh. De nem is volt kinek legyek. Voltak embereket, tiszteltem, tanárok, meg ilyesmi, de nem voltam tanítványa senkinek. És a Kis Jánosval kapcsolatom pedig olyan hosszú és olyan bonyodalmas, hogy erről magam sem tudok beszámolni, mindenféle kanyarokon ment keresztül. A zenei jogdíjak kapcsán te elég erőteljesen oda csördítettél, és ebből egy komoly ügy kerekedett. Ha esetleg valaki lemaradt volna, ugye te azt mondtad, hogy önök is felvették ezt a támogatást, akinek nem biztos, hogy olyan nagyon nagy igénye lett volna erre. És itt jön a lényege a mondandómnak. Kimondtad azt, amit más nem mondott ki, és amiből balhét csináltak, ugyanis az olyanok
van a lényeg. Tehát itt arról volt szó, hogy mindenki felvette ezt a jogdíjat, aki ugye ezt megigényelte ezt a dolgot, és ezek közé beférkőztek olyan emberek, akiknek ez nem azt, hogy nem érdemlik meg, ugye, mert nyilván akiknek ez nincs, akiknek nincs rá szükségük. Igen. És ez kiforgatva különböző újságcikkek és egyéb médiumok megjelentették, hogy azt mondtam, hogy akik felvették ezt a jogdíjat, nem használták, nem emelték ki azt, hogy valójában én azok ellen szólalok fel, akik tényleg megérdemlik. Tehát közülük néhány ember. Így van. És mennyi volt szerinted ez a csoport, aki? Nem tudom pontosan, hogy azt tudom, hogy 400-an vették fel, az hiszem. De mondjuk pár tucat ember lehetett szerinted, vagy sokkal több? Szerintem pár, nem tudom. Nem akarok hülyeséget, mert azt tudom, hogy nekem van egy-két olyan ismerősöm ebből a szakmából, aki tudom, hogy nem érdemelte volna, vagy nem mindig ezt mondom, hogy nem érdemelte volna, nem érdemelte volna meg, hanem hogy nem volt rá szüksége, nettó 136 ezer forintról beszélünk, és a második hónap, karantén hónap végén, tehát hogy én azt gondolom, hogy ebből mit lehet? Hát engedhették volna másnak. Igen. Akinek mondjuk szükség. Lehet, hogy 145, az már egyet többet számít, mint a 136, és ha ők nem kérik meg, akkor tudott volna ez az összeg ennyi is lenni. Ennek kapcsán én megkérdeztem Geszti Pétert egy másik műsorban, és Geszti Péter azt mondta, hogy te annyira jól érzed a média működését, és kvázi a brandépítést is, sajnos nem tudom szó szerint idézni most, de a lényeg az, hogy te azért jól kiszámítod azt, hogy mikor mit kell mondani. Igaz lelkedre egy ilyen esetben, amikor egy ilyen helyzet áll elő, te nem mérlegeled azt, hogy ennek milyen hatásfoka lehet? Hát ez fura. Nem. Tehát az elemi indulat tiszta szívvel, 100%-osan át, és én abszolút nem érdekel, hogy ennek milyen média vonzata van. A Geszti azt gondolja, hogy én ezt előre tudatosan jól játszom a médiával, ez nyilván azért van, mert lehet, hogy ha ő tesz valamilyet, akkor azt gondolja, hogy előre kitalálva, hogy lehet létrehozni egy ilyen hacket, vagy média hacket, vagy egy megbotránkoztató posztot, vagy kommentet. Én nem ilyen vagyok. Én az érzelmek alapján döntök, sajnos emiatt sok helyről ki is rúgtak engem, és sok helyen sok embernek rá is léptem a körmére. Ezt most megbántad? Mit ezt? A kijelentés. Dehogy bántam. Nem? Hát menjen a francba az ember, aki felveszi a másik elől, úgyhogy egy 9 milliós autóba ül, és 136 ezer forint neki szüksége van, azt mondja. Csak azért, mert olyan helyen van és dolgozik, ahol elsőként értesül arról az információról, hogy ezt meg lehet pályázni. Ezt konkrétan az tudsz ilyen emberről? Hát persze, hogy tudok. Persze. Ő is tudja, ha most valaha hallgatja, hogy róla beszélek, de egyébként van olyan ember, akinek az egész zenei karrierje arról szól, hogy mindenféle pályázaton elindul, és különböző helyekről évente 5-6 millió forintot tud az ő nem létező zenei karrierjére fordítani, úgyhogy promotálja azt, ami már 20 éve nem megy. És ha belementünk ebbe, aztán mindjárt le kell zárnom ezt a beszélgetést, de Lovasi Andrásra is összeakasztottad a bajszot. Az nagyon fájt nekem, mert a Lovasit ennél sokkal értelmesebben, mert gondoltam, hogy valamilyen olyan médiumból tájékozódva küldjön el engem a francba, ami kiforgatta a szavaimat. Tehát például a Lovasi pont félreértette ezt, vagy pedig nem értette félre a Lovasi, hanem eljutott a Lovasi abba az állapotba, hogy tök mindegy, engem ő nem szeret, vagy valamilyen úton módon antipatikus. Már nem tudom, pont azért, ahogy nyilatkozott rólam, amit én válaszoltam neki normálisan, arra nem is reagált, majd utána, ahogy beszélt velem kapcsolatban, meg ahogy a hasonlatait fűzte hozzá ez a dologhoz. Hát ez egy borzasztó csalódás. Tehát ilyenkor van az, hogy az ember mondjuk, hogyha hallgatok egy kispálés a borsz annak idején, és azt mondod, hogy valaki van egy kialakított képed róla, hogy ő mit gondol a világról, és egy teljesen primitív bóda. Hogy mondta a tanár úr az elején? Emlékszem mondott is valamit, hogy a szellemi fölényét egy ilyen puritán jelzőre váltja, és aztán azt gondolnád, hogy itt lesz egy ilyen nagy szellemi csata, és közben ő egy olyan egyszerű, goromba módon küld el a melegebb éghajlatra, hogy ezt nem ezt várod tőle, és meglepődsz. Ő ugye azt állította, hogy ne az egyik legkeresettebb magyar híresség kotorászom más zsebébe. Azt hiszem, egy ilyen mondatot miért mondott. Miért ne kotorásznék én más zsebébe? Hát, hogyha én nem vagyok jogosult erre a pályázatra, mint ahogy nem is vagyok jogosult, mert nincs rá szükségem, nem vettem fel, akkor hagyd mondjam már a véleményem arról a sok emberről, aki valójában nincs rá szüksége, de felvette. Hát meg egyébként én azt gondolom, hogy attól, mert még valaki valamilyen pozícióban nem lehet hivatkozási alap, hogy ne mondja el a véleményét. Innentől kezdve azért, mert én nem tudom, a legkeresettebb emberek egyike vagyok jelenleg, akkor én már nem szólhatok hozzá semmilyen témához, mert ez gyakorlatilag mindig visszaüthet rám, mert ez borzasztó butaság. Főleg egy olyan embertől, aki olyan, mint a Lovasi.
Tehát, hogy azt gondolom, hogy ennél... te látszik, hogy te kedveltél. Hát, még talán most is kedvelsz, nem? Nem az, hogy kedvelem, mert az előbb is beszéltünk bálványok leomlásáról, de hát vele kapcsolatban ez pont így van, hogy nem is tudom, meg találkoztunk is. Tehát azóta is? Nem azóta. Fogtok ti még találkozni szerinted? Ezt meg tudjátok beszélni egy sör mellett? Nem vagyok erre kíváncsi. Ahogy az előbb is mondtam, egy órával ezelőtt, hogy pont ez a betegség, ami nekem 4 éve előjött az életem, ez pont azt szülte, hogy nem vagyok kíváncsi azokra az emberekre, akikről kiderül, hogy nem olyanok, mint én. Vagy hogy rosszat gondolnak azokról a számomra tökésszerű és egyértelmű dolgokra a világban, mint én. És akkor én ezt nem akarom feltétlenül. Nincs időm rá, hogy én kibéküljek vele. Ezt kerekítetted le úgy, hogy menjél te a picsába. Igen. Mert hogy ezt írtad. Igen, ezt írtam. Boromba módon sajnálom. Nem voltam elég kreatív. Előtte voltam kreatív, de utána már rájöttem, amit a tanár úr mondott, hogy ez nem fog menni. Tehát, hogy ez nem, vagy elengedem, de ha elengedem, akkor legalább legyen olyan, amit Sylvester Stallone mondott, még gondoljanak másról, mint amilyen valójában vagyok, akkor menjen a picsába. Majka, Tamás Gáspár Miklós, köszönöm, hogy hallhattunk és láthattunk benne. Köszönöm, hogy itt lehettem, és megismertem a tanár urat, azért ez nekem egy jó dolog. Én is örülök, élmény volt. Nem, különben köszönöm szépen.